Míg a többi párt a parlamenti tisztségek elosztásával van elfoglalva és egymással marakodnak, addig a Mi Hazánk mozgalom megkezdte az országgyűlési munkát. Benyújtottuk a ciklus első törvényjavaslatait a választók felhatalmazása alapján. Az immár örökös veszélyhelyzet megszüntetése és a politikus bűnözés visszaszorítása a mentelmi jog eltörlése érdekében. A ciklus első törvényjavaslatát tehát a Mi Hazánk mozgalom 6 országgyűlési képviselője írta alá, ugyanis a választók azt várják tőlünk, hogy vessünk véget az új világrend magyarországi kialakításának, és ennek keretében az immár lassan örökös veszélyhelyzetnek vessünk véget. Ezért nyújtottuk be a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot. Ha más nem, az alacsony járványügyi adatok is igazolják azt, amit a Mi Hazánk mozgalom már régóta követelt, és számos sok ezres tüntetésen is követeltünk, hogy ne tartsák korlátozások közepette az embereket. És itt a tavasz kapcsán pedig azt gondolom, az emberek még szélesebb rétegei vágynak arra, hogy az örökös korlátozások helyett végre szabadságban élhessenek. Elfogadhatatlan az is, hogy a veszélyhelyzet jogállásának kiszélesítésével, háborús veszélyhelyzetre való hivatkozással tartsák fent a rendkívüli jogrendet. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom nem támogatja a kormány alaptörvény módosítását, mely az Ukrajnában zajló amerikai-orosz háborúra való hivatkozással szeretné továbbra is korlátozások között tartani az embereket. Úgy gondoljuk, diplomáciailag is rossz üzenete lenne, inkább a külföldi NATO harccsoportok Magyarországra történő beengedését, az ezt kinyilvánító kormány határozatot kellene visszavonnia a kormánynak, tehát nem tudjuk támogatni a veszélyhelyzet jogállásának kiszélesítését, mert éppen hazánk katonai felvonulási területté tétele okoz igazi veszélyhelyzetet hazánkra nézve. A Mi Hazánk mozgalom emellett benyújtotta a ciklus első alaptörvény módosítását is, hiszen az, amit a mentelmi jog eltörlése érdekében nyújtottam be, az alaptörvény módosításáért is kiállt. Úgy gondoljuk, egy idejét múlt politikusi privilégium az, amire a magunk fajta képviselőknek, de másoknak, mamelukoknak sem volna szükségük. Ha komolyan gondolják azt, ami az alaptörvényben le van írva, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, akkor elfogadhatatlan az, hogy vannak egyenlőbbek, akiknek jár a politikusi felelőtlenség, és ezt egy kellőképpen megalapozott szakmai indokolással ellátva alaptörvény módosításként szeretnénk a politikus bűnözés visszaszorítása érdekében annak első legszimbolikusabb lépéseként is megtenni. A Mi Hazánk mozgalom tehát a választási ígéreteit szeretné valóra váltani az országgyűlésben, a víradat programunkat, a választási programunkat az országgyűlésben is szeretnénk megvalósítani, akár ellenzékből is. Tisztában vagyunk vele, hogy a Fidesz sajnos egy újabb kétharmados túlhatalomhoz jutott, ami alapján a nemzeti együttműködésre továbbra sem lesz rászorulva, és belső indítatása sincs erre vonatkozóan, de már annak is örülünk, hogyha a saját javaslatainkat ám bár leszavazva, de előbb-utóbb fideszes javaslatként visszaköszönnek ezek, ezért szeretnénk ezeket társadalmi vitára is bocsátani, és egyfajta lépéskényszerbe hozni a kormányzatot.